vonalán. Felvételjai szakaszon halad végig, majd Románia érintésével tér vissza Magyarországra. Kenyér és só. A vendégszeretet hagyományos jelképével várták a Kárpátalja Express csapon. Az utasok és a helybéliek felidézték, milyen sokat jelentett egykor a vasút ebben a térségben. Nekünk gyerekkorunkban 25 perc volt Ungvárra bejutni egy motorvonattal. Ma Nagykaposon van ember, aki még életében nem volt Ungváron. Az ukrán határőrök is összebarátkoztak az utasokkal, még magyar zászlót is kaptak az anyaországból érkezőktől. Az egykori magyar vasútvonalaknak is szerepük volt a trianoni határok kijelölésénél. Így került a határ túloldalára az a 230 kilométernyi szakasz, amelyet a Kárpátalja Express bejár. A szervezők a nosztalgia vonattal most arra utalnak, hogy a térségben közös erőfeszítéssel lehet megerősíteni a békés együttélést és a gazdasági fejlődést. A jövőben a vasútnak újra kulcs szerepe lesz a közlekedésben. Kulcs szerepe lesz abban, hogy a határokon túl élő magyarokat bekapcsolja egy társadalmi fejlődési folyamatba, egy gazdasági fejlődési folyamatba. 8 személy és 2 étkezőkocsiból áll az a szerelvény, amelyet egy legendás Nohab mozdony vontat. Az utasok 2 napig lesznek Beregszászban, a közeli falvakban szállásolják el őket.